Jó estét kívánok, Velkovics Vilmos vagyok, ez a napi aktuális. Tovább szigorítaná a BTK-t a Fidesz a gyermekek védelmében. Itt van az előterjesztő Selmeci Gabriella már a stúdióban, párt országgyűlési képviselője. Komoly szavazatvesztéssel számolhatnak az ellenzéki pártok, hogyha egyetlen jelölt mögé állnak be a parlamenti választáson. Ez derült ki a Századvég legfrissebb felméréséből. Lomnici Zoltán ismerteti majd a részleteket. Magyarország történetében először fizet a kormány nyugdíjprémiumot, valószínűleg karácsony előtt, a tavalyi évhez hasonlóan pedig a nyugdíjasok kapnak egy 10.000 forintos Erzsébet utalványt is. Az idősek tanácsának tagja Kusovszky Imréné lesz a vendégünk, és hát távozik a magyar labdarúgó válogatott éléről Bernd Stork, hogy mi vezetett a szakításhoz, arról Pajor Gyulai László sportújságíróval beszélgetek. Kezdünk! Selmeci Gabriella országgyűlési képviselő, vendégem, kezét csókolom. Leszét kérem. Na tehát önök módosítanák a BTK-t úgy, hogy kötelezően előírnák a bírónak azt, hogy amennyiben ítéletet hoz, bűncselekményt állapít meg, és ítéletet hoz, akkor kötelező eltiltani a foglalkozásától a vádlottat, vagy a terheltet. De ez már nem az első ilyen intézkedés. Inkább, ahogy visszatnézünk az évekre, mintha egy csomagról lenne szó. Ez egyfajta politikai szándék, hogy a gyermekek védelmét bástyázzuk körben minél jobban? Ez egy értékrend, ami az emberből jön magából. Legyen szó anyáról, apáról, legyen szó politikusról, bárkiről. Tehát amikor a médián keresztül hallunk egy pedofil bűncselekményről, akkor ez tényleg olyan, mintha gyomorba vágnák az embert, és az az első gondolata, hogy jó Istenem, csak az én gyerekemmel ne történjen ilyen, és rögtön utána az a gondolat az embernek, hogy soha többet senki mással ilyen ne fordulhasson elő. Most föl kell tennünk a kérdést, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy egyfelől minél korábban észleljük ezeket a bűncselekményeket. Hát gyermekvédelmi. Másik, így van. A másik pedig föl kell tennünk a kérdést, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy minél gyorsabban, tehát ha kiderül egy ilyen kiskorú szexuális bántalmazása, vagy veszélyeztetése, akkor minél előbb közbe tudjunk lépni, és kezelni tudjuk a gyermeket, gyógyítani tudjuk a gyermeket. Szerintem érdemes lenne először beszélni arról, hogy most mit nyújtottunk be, és jó, utána... És akkor nézzük meg, hogy milyen lépések vezettek el idáig. Milyen lépések vezettek el idáig. 2013-ban elfogadtuk az új büntető törvénykönyvet, amely kimondottan, erőteljesebben védi a gyermekek érdekeit. A Fidesznél, KDNP-nél ez egy kimondott politikai cél, egy kimondott értékrend, hogy a gyermek az első. A gyermekek érdeke, védelme mindenek fölött áll. Utána 2014-et írunk, amikor hát a médián keresztül döbbenten értesültünk arról, hogy egy gimnáziumi tanár évtizedekig zaklatott diákokat, volt az, aki televíziós műsorokban is hát meghívta őket. Igen, ugye ifjúsági osztályon dolgozott, ifjúsági műsoroknál dolgozott televízióban, és elkezdtek beszélni már felnőttként az érintettek arról, hogy ők milyen zaklatásnak voltak kitéve. Volt olyan, aki még felnőttként is azt mondta, hogy nem mer róla beszélni. Na most ott szembesültünk azzal, hogy nem büntethető az illető, mert elévült a bűncselekmény. És akkor azt mondtuk, hogy zéró tolerancia minden olyan ügyben, ahol szexuális tárgyú bűncselekményt követnek el kiskorú sérelmére. És akkor azt mondtuk, hogy nincs elévülés. Akkor benyújtottam a parlamentnek ezt a javaslatot, konszenzus volt, meghoztuk ezt az döntést, tehát 2014 óta minden olyan pedofil bűncselekményt elkövető ember, ha lehet ezt a szót használni, hogy ember, tudjon róla, hogyha ilyen bűncselekményt elkövet, akkor élete végéig felelősségre vontható és büntethető. Tehát nem fog elévülni, ott fog a feje fölött lógni a pallos, hogyha elköveti ezt a bűncselekményt és kiderül, és gyermekeinket bántalmazza szexuálisan, molesztálja őket, akkor felelősségre vonható. És legyen ennek visszatartó ereje. Igen. Remélem, hogy ennek komoly visszatartó ereje van.
aztán elérkezett az az időszak, amikor szintén egészen döbbenetes és felkavaró híreket kaptunk, ugye volt az agárdi gyermekhalál eset, az éheztetés, akkor volt a gyöngyösi eset, az éheztetés, meghalt egy kislány, annak az anyukának, hát ha lehet ilyet mondani, hogy édesanyja, annak az anyukának a negyedik gyermeke, előtte mind a három gyermeke veszélyeztetett volt. Ott az eljárásban, a gyermekvédelmi jelzőrendszerben problémák is voltak, ezt már azóta a nyomozás, a hatóság megállapította első fokon, és volt egy recskiügy, ahol az apuka bántalmazta a kisgyermeket úgy, hogy belehalt a kisgyermek a bántalmazásba. És akkor Horváth László képviselőtársammal nekiültünk, és azt mondtuk, hogy menjünk végig lépésről lépésre, hogy hogy néz ki a gyermekvédelmi jelzőrendszer, és hol tudunk segíteni azon, hogy időben észrevegyük, hát igen, hogy helyzet van. A végső cél az, hogy meg se történjen ez az eset. Az a cél, hogy soha ilyen ne fordulhasson elő, de tudjuk, de hogy, mégis, hogy ez egy cél, de valamit ki kell jelölni, hogy minek érdekében dolgozunk. Hogy nem igaz, tehát nem szabad hagyni, hogy például amikor egy negyedik gyermek ugyanúgy ki van téve veszélyeztetésnek, akkor nem lépnek fel, amikor lehetett tudni, hogy az első hármat is veszélyeztették. Az első két gyermeket az apukánál helyezték el, elvették az édesanyjától, a harmadik kislány úgy menekült meg, hogy 3 éves lett, és óvodába került. És ugye hát már az intézkedéseknek köszönhetően ott melegétel van, napi többször étkezés, gondozás, tehát az a kislány így menekült meg a haláltól. És akkor az ügyészségnek, ekkor biztosítottak többletjogokat, ugye az ügyészségnek? Igen. Akkor nagyon sok ponton és több törvényen módosítottunk. Tehát szociális tárgyú, gyermekvédelmi tárgyú, büntető törvénykönyvvel is módosítottunk. Egy-kettőt a teljesség igénye nélkül felsorolnék. Előírtuk például azt, hogy nem lehet lemondani a házi orvosi és a védőnői szolgáltatásról. Ez ugye azért fontos, mert hát a pici gyermeket vinni kell kötelezően ilyen státuszvizsgálatokra, és ott egy gyermekorvos, egy védőnő rögtön észreveszi a fizikai bántalmazás nyomát, az éheztetést, esetleg a lelki problémákat. Aztán egy nagyon fontos dolog, hogy előírtuk azt, hogy miniszter úr precízen, egyértelműen szabályozza, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer különböző tagjainak mi a feladata és kötelessége. Nem lehet most már egymásra mutogatni, hogy hát ez nem gondoltam, hogy az én dolgom, ezt a másiknak kellett volna bejelentenie. Világos. Ez fönt van a honlapon, ebből egyébként képzések is vannak, tehát a jelzőrendszer, tehát pedagógus, védőnő, háziorvos, a gyermekvédelem különböző hatósági emberei, mindenki tudja, hogy mikor mi a dolga, tehát tudnak lépni. Nagyon fontos, amit ön az előbb említett, hogy például ez egyik esetben azért nem jöttek rá, vagy nem tudták időben elindítani a védelembevételt a gyermeknél, mert egyszerűen nem engedte be az anyuka a gyermekhez a szakembereket, a gyermekvédelemnek a dolgozóit. És azt mondtuk, hogy ez nagyon bürokratikus és hosszadalmas, hogy elérje azt, hogy elővezessék például a szülőket, és azt mondtuk, hogy... Hiszen itt közben is folytatódhat annak a gyereknek a bántalmazása, vagy zaklatása. Hát persze, teltek a napok, a hetekből hónapok lettek, a kislány nem lett gondozva, nem lett táplálva, és azt mondtuk, hogy előzetes ügyészi hozzájárulás nélkül is elő lehessen vezetni a szülőt, ha helyzet van. Ez egy nagyon fontos módosítása egyébként az egyik törvénynek. Sokat segít, hiszen gyorsít a folyamaton. 2017. január 1-ével lépett hatályba ez a csomag, amivel mi módosítottuk a különböző törvényeket. Én nagyon remélem, hogy hatékonyabb és jobb lett a gyermekvédelmi jelzőrendszer. Ez nem azt jelenti, hogy ki tudunk szűrni minden egyes esetet, és meg tudunk előzni minden egyes esetet. De nagyon sokat segít. Nagyon sokat segít az is, hogy a nagy gyermekvédelmi ellátórendszereket próbáljuk lebontani, és nevelőszülőknél elhelyezni a gyermekeket. Mert ugye nem akarok ilyet mondani, de nagyon sok eset ugye ott fordul elő.
Az egyik az a rokoni kapcsolatokon belül, vagy a rokonszerű kapcsolatokon belül, amik ilyen szexuális tárgyú zaklatások, amelyek ezek, amik a legnehezebben derülnek ki, és a legnagyobb károkat okozzák a gyerekekben, pont a rokoni kapcsolatban. Beszél az ember szakértőkkel, és hihetetlen, hogy milyen esetek vannak. Tehát itt most a kényszer is szeretném felsorolni, hogy mikre képesek emberek egy, másfél, két éves kisgyermekekkel. Ezek mind-mind rokoni kapcsolatokon keresztül merülnek fel, és amikor azt látjuk, hogy a gyermek egyfelől sokszor el se tudja mondani a saját szavaival, nincs rá szava, hogy elmondja, hogy mi történt vele, mert még pici, nem tudja. Azt se tudja sokszor, hogy most vele bűncselekmény történt. Nyilván honnan tudna? Aztán van egy olyan probléma, hogy ugye az a rokoni kapcsolaton belül esetleg befolyásolják a gyermeket, és nyomást gyakorolnak rá, hogy ne beszéljen róla. Ne beszélj, mert akkor apuka, vagy az én barátom, vagy a nagytestvéred, vagy nagypapa, vagy valaki. Pont, hogy ilyen otthonról nincs, és elmenekülni hova, hiszen az otthon ennek. Ez a pokla, amivel szembesül az ember, mikor elemzi ezeket az eseteket, és próbál megoldást találni. Elérkeztünk mostanhoz, ugye ez a mostani módosítás, ez kifejezetten a gyermekekkel hivatásszerűen foglalkozókra vonatkozna, ugye, hogy a bíró nem érlegelhesse azt, hogy eltiltja egész életére, hanem kötelező legyen neki eltiltani. Ettől milyen hatást várnak? Feltettük a kérdést magunk között, hogyha valaki képes arra már egyszer, hogy egy kiskorú ellen szexuális tárgyú bűncselekményt követ el, és elkapják, leüli a büntetést, és utána újra visszakerül egy hasonló helyzetbe. Hát, hogy ez nagyon gyakori. Gyermekek közé, nagyon tehát gyakori. Hatalmi viszony áll elő. Visszakerül gyermekek közé, akkor mi a garancia arra, hogy nem követi el újra ezt a bűncselekményt? És én azt mondtam mindenkinek, hogy nem kell megválaszolni, csak tegyék el magukban ezt a kérdést. Nincs rá garancia. A garancia az lehet, hogyha mi a büntető törvénykönyvben kötelezően írjuk elő, hogy ha a bíró jogerősen elítél valakit kiskorú sérelmére elkövetett szexuális tárgyú bűncselekmény miatt, akkor köteles legyen véglegesen eltiltani a foglalkozástól. Ez azt jelenti, hogy nem mehetne vissza olyan munkakörbe, ahol egy gyermek az ő felügyeletére, gondozására, nevelésére van bízva, vagy orvosi gyógykezelésére van bízva, vagy valamilyen hatalmi viszony állhat elő az illető ember és a gyermek között. Hogy itt milyen súlyos bűncselekményekről van szó, ide hoztam a BTK-nak a norma szövegét. Szexuális kényszerítés, szexuális erőszak, vérfertőzés, prostitúció elősegítése, kiskorokról van szó, gyermekpornográfia, megrontás, személyérem elleni erőszak. Nem kérdés, hogy akit ilyen ügyekben, ilyen bűncselekményekben elkövetnek, és kiskorú sérelmére követi el, azt el kell tiltani örökre. Attól, hogy munkájából kifolyólag a gyermek közelébe kerüljön. Én azt hiszem, hogy itt nem is a prevenció az elsődleges, hanem az, hogy ha már itt meg tudjuk védeni ezeket a gyermekeket, és távol tudjuk tartani ezeket az embereket a gyermekektől, megint tudtunk egyet lépni. A helyzet az, hogy attól tartok, hogy sajnos további módosításokra lesz majd szükség, hiszen az élet produkálja az újabb ügyeket, és mi szeretnénk utána menni, szeretnénk megerősíteni még jobban a megelőzést, szeretnénk, hogyha minél korábban előbb rá tudnánk jönni ezekre az esetekre, ezek ki tudnának korán derülni. Ebben felelőssége van a törvényhozóknak, de én azt hiszem, hogy a társadalom minden egyes tagjának felelőssége van, legyen az újságíró, pedagógus, vagy akár szomszéd, barát, ismerős. Közös a cél. Selmeci Gabriella volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.